A hölgyek sikeres szereplése ellenére sem nyugodtak meg teljesen a kedélyek a Kajakernusok házatáján. Vitatható doppingügyek, meglepő kimenetelű válogatók, a férfi akon belüli kellemetlen hangulat, ez csak néhány a Fábia Monika által felvetett problémák közül. A kamera Zoltán Féméleszte kajakné és edzője most a vendégem. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok, és a nézőket! Hát ahhoz képest egész mosolyogva jöttél be, mire azt gondolnám, hogy azért most látva, látva a Riót itthonról, minden okot meg lenne, hogy, hogy duplán szomorkodjál. Nem csak azért, mert nem volt ott az egysége, a, a gyakorlatilag a, a, családotoknak, nyugodtan fogalmazhatok így természetesen, de, de az őket megelőző csapat sem hozta azt, amit most a, a hajak négyesről beszélek, eh, amit várhattak volna. Hát a szomorkodáson már túl jutottunk. De volt? Volt szomorkodás? Volt szomorkodás, mert ugye hát ezt nem így terveztük ezt uh -huh. az évet, de most már előre nézünk. Ilyen hamar sikerült letenni ennek az összes terhét, és már tudtok, hmm. tudtok előre hát Végig gondoltuk, hogy, hogy hogy mi történt az év folyamán, és azt mondtuk, hogy ez, ez nem egy olyan dolog, amit... amit félreállítana minket az útból, hanem akkor folytatjuk tovább. Tanulunk a történtekből, és akkor már meglátjuk, hogy mi lesz. Kérdés igen, hogy, hogy vajon mit lehet tanulni egy ilyen, egy ilyen rutinos... Ö hogy mondjam, szakmai csapatnak, természetesen ugye édesanyádra is gondolok a tényre, és, persze arra a közös munkára, amit végeztek. Egyrészt van-e még egyetem bármi, ami, ami nektek tanulság lehet, ami titeket meg tud lepni, ami nincs benne a ti edzői repertoáratokban? Ez az egyik kérdés, mert mondjuk a az, hogy a külvilág felől érkeztek azért megoldási képletek, azt, azt, azt ugye ezt, ezt, hallottuk már, hogy volt ilyen, majd mindjárt kitérünk erre is. Tehát tényleg van olyan, hogy, hogy ti saját magatok csináltok egy tabulázat, hogy igen, kérem, most nem jó, valamit nem jól csináltunk? azt mondom, hogy nem jól csináltuk, mert ugyanazt a felkészülést folytattuk tovább, amit az előző évben. Előző évben a négyesünk az Európa legjobb négyese volt, hogyha a szlovákok nem cserélnek négyest, akkor mondhatom azt is, hogy a világ legjobb négyese, mert csak ők vertek meg a világbajnokságon. És ez biztató volt arra, hogy mi jó úton haladunk, és ez, ez, ez beérik a gyümölcse a munkánknak majd a Rio Olimpiára. És akkor tényleg az a kérdés, hogy ha, ha ez a munka ezt eredményezte 2015-ben, akkor ez a munka hogy, hogy nem hozta meg az eredményét 2016-ban? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon sokféle oldalról lehetne boncolgatni. Én azt mondom, hogy hogy dombádi a kulcsfigurája az egésznek, mert ő tavaly nem indult. Most beült egy négyesbe, amelyik az első válogató megvert minket. Ö, gyanítom, hogy ők nagyon jó formában voltak akkor azon a versenyen, mert a, a Bencének akkor már, meg a Hufnagel Tibornak is volt egy tétmérkőzése Duisburgba kvótáért. Mi akkor még csak egy, egy folyamatban voltunk, egy felkészülési folyamatban, és mi nem voltunk csúcsformában azon a versenyen. Tehát, hogyha azt mondták volna, hogy nekünk ott kell csúcsformában lenni, és az olimpián a részvétele a fontos, <laughs> akkor kihiegyeztük volna akkor <laughs> őket. És akkor majd lesz, ami lesz majd az olimpián. <laughs> De hát így, így jött egy ilyen vereség, és utána a, a dolgok úgy alakultak, hogy, hogy gyakorlatilag, hát mindenki tudja, hogy a Dombári Bencének mit találtak a vizeletébe. És onnantól fogva egy olyan rossz hangulat alakult ki az egész szolnoki parton, hogy, hogy ez bizony rányomta a bélyegét a versenyzőkre. Volt, aki ebből plusz erőt merített, mert állítom, hogy a második válogató versenyen nem négyen ültek abban a hajóban, hanem öten, mert a Domvári Bence még lélekbe is húzta őket. Tehát egy olyan plusz töltést adott nekik az, hogy bizonyítsanak, hogy ők igenis jobbak, ami ami nem volt benne. Uh -huh. Tehát azon a versenyen minden szerintem fejben dölt el. Igen, igen, ezt én abszolút megértem, hogy, 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 vannak olyan emóciók sokszor, amelyek felérnek a, a fizikai többlettel is, vagy akár több, többet is jelenthetnek. A Tobári Vence ugye nyilván nem zárult még le, és ugye ez is hallottunk ezzel kapcsolatban pro és kontra érveket, és hogy hogy és mint, és most akkor tényleg ő, mennyire volt ő ebben személyesen hibás, vagy nem. Ez még nyilván jogi kategória, ez majd, majd a maga rendje halad tovább. Volt azonban olyan szak szakember, szakmai illatkozat, pont nem is olyan régen a napokban Ábrám Attila szájában hangzott az el, aki, aki, konkrétan éppen téged titeket, Kati itt vádolt azzal, hogy egyszerűen ellen lett rontva a felkészülés. Ezek ugye elég kemény szavak, egy szintén nem, nem hogy mondjam, amatőr szájából, hiszen nyilvánvalóan Attila, mint, mint a korábbi négyes olimpiai bajnok, látja azért a sportágat, bár, bár nem feltétlenül edzői szemmel tevékenykedik benne. Ez, ez mennyire hasít be bőr alá mondjuk egy ilyen kritika? Hát mivel szerintem nagyon sokan látták, nagyon sokan hallották, nagyon sokan úgy gondolják, hogy akkor ez tényleg így igaz, hogy egy olimpiai bajnok és ex főtitkár ezt mondta, uh -huh. de én úgy gondolom, hogy ő ezt csak kitalálhatta, mert nem volt ott a felkészülés folyamán, sőt még szerintem a versenyen sem volt jelen, mert én nem találkoztam vele. Tehát akkor ez gyakorlatilag egy, egy általános, Ő egy általános véleményt mondott. Egy általános mondott, csak az a probléma ezekkel a véleménynyilvánításokkal, hogy utána ez az emberek fülébe megragad, és utána különböző fórumokon, közösségi oldalokon olyan véleményeket formálnak meg, ami a, a sportágnak nem pozitív. Tehát ugye ennek aztán a egy eszkalálódó hatása, ami nyilván Igen. nem feltétlenül. Én hamerezortámból, látommal beszéltem tegnap kifejezetten részben emiatt, és azt elmondta, és talán tolmácsoltam is, hogy nagyon rosszul esett neki az, hogy ugye ez már egészen ideig fajult, hogy csak az nem verte meg a katiléri félelégést, aki nem akarta. Igen, azért a partról. Ez, ez a mondat, ez nekem is úgy, azért, úgy megütötte a fülemet, hogy ilyet hogy mondhatott az atila, amikor ez nem igaz egyetlen egy darab négyes verte meg a mi négyesünket, és, és akkor miért mondta ezt, hogy bár mindenki beült egy négyesbe, és megverte a mi egységünket. Tehát ezzel mondom, hogy akkor biztos, hogy nem volt ott a versenyen. Na most annak olyan, mi lehet akkor mégis az oka, hogyha, hogyha van egy papíron, vagy egy válogató versenyen, nem csak papíron, hanem fizikailag is jobb négyes, nem a, nagy, nem a nagy négyes, tehát nem az elmúlt évek nagy négyes, amely azért bizonyított Londonban, és bizonyított bizony az elmúlt négy évben is. Ugye azt azért nem szabad elfelejteni, hogy itt a, nevezzük akkor a továbbiakban is a Kammerer féle négyesnek, azért, azért van egy rutinja, egyfajta nemzetközi tapasztalata, eredmény listája, amit e, most ugye nem tudott felhasználni a Rio olimpia, hiszen nem kvalifikált, illetve nem ez a négyes jutott ki. Persze, hogy az ember ugye harabdálja az öklét, amikor azt látja, hogy az őket legyőző másik négyes az A döntőig se jutott el. Ezt hogy értétek meg? Én őket a, a Hufnagelféle négyest, aki az olimpián indult, én sokkal előrébb vártam. Miután mi kint voltunk Rasicében a négyessel föl, mértük, hogy hol tartunk a felkészülés folyamán, és ott negyedikek lettek a fiúk, az első három helyezett, az az egy négybe volt benne, az ötödikek a csehek lettek, ahol, akik megint csak dobogóra kerültek az olimpián. Én úgy gondoltam, hogy a mi négyesünk, tehát ez is bizonyítja azt, hogy ez a négyes nem volt rosszul felkészítve, uh -huh. egy jó úton haladtunk ebben az évben. Tehát, hogyha egy, van egy négyes, aki ezt a négyest megveri a válogató versenyen, akkor ha ugyanezt a formát hozták volna, szerintem akkor is előrébb végeznek. Tehát akkor te azt mondtátok ott, hogy felteszitek a kezeteket, ha valaki a tínényeseteket le tudja győzni, akkor Meg. az elmúlt évek tapasztalatai alapján is, az akkor egy predesztinálja őket egy sokkal jobb helyre. Igen, ők megérdemelten jutottak ki az olimpiára, és, és ezt, ezt kellett volna nekik produkálni, amit akkor azon a versenyen. Tehát sokkal többet érzed? képesek voltak kicsikarni magukból, uh -huh abban a szituációban. Ugyanezt mutatja, ugyanez mutatja az időeredmények, mert megnéztem, én, ugye folyamatosan nézzük az időket, hogy a Domvári Bencével is 1,3 másodperccel vertek meg minket, és ugyanúgy a Somorácz Tamással is. Tehát Igen. egy embert kicseréltek, és a Domvári Bence az meghatározó alakja a kajakkenus sportnak, mert ugye egyes páros nyert. Igen. Tehát ő egy olyan kvalitású versenző, akit én úgy gondoltam, ha kicserélnek, akkor azzal gyengébb Látszolél lesz. Kellene. És nem lett gyengébb uh -huh. a négyesük, hanem ugyanannyit kaptunk. Uh -huh. Akkor mi lehet az oka annak, hogy ez a négyes, ezen az olimpián gyakorlatilag hát messze a vállalkozások alatt szerepelt? Mert ugye, ha, ha ezt mondod, hogy oké, okay, jobbak voltak, menjenek, stb. Akkor az ember azt gondolna, hogy igen, akkor ez, ez valamilyen szinten ugye ezt, a, ezt az egységet arra, hogy az olimpián is a Kammerer féle négyes közeli eredményekre lehet alkalmas világversenyen. Ugye ha tiétek az elmúlt években elég volt arra, hogy ugye azért ebén dobogón végezzenek, akkor, akkor azt gondolom az ember, hogy oké, okay, egy náluk jobb egység is kell, hogy tudja ezt hozni. Elfogytak az olimpiára? Lehet, hogy elfogytak, vagy pedig az volt, hogy nagyobb volt a lelkesedés arra, tehát euh, jobban vágytak arra, hogy kikerüljenek egy olimpiára, jobban meg kellett küzdeni azért, hogy ők olimpián indulók lehessenek, mint amikor már ott voltak. De egy olimpiának, én sajnos még soha nem voltam, és ezért is bánom, hogy nekünk ez így alakult, azt mondják, hogy teljesen más hangulata van, mint egy világbajnokságnak. Tehát oda kimennek, és akkor ott elvarázsolja őket, hogy hú, mi van itt. Hát igen, csak akkor az ember megint azt gondolná, hogy akkor nem lett volna szerencsésebb egy olimpiát megjárt, olyan rutinos egységet kiküldeni, aki már valószínűleg kevésbé varázsolódik. De, de ez, ez nem angulatát. így működik, ez, nem, ez így nem így működik. Viszont én ebből a négyesből, ahogy így néztem a futamot, és az a futam utáni nyilatkozatokat, én azt láttam, és én szeretném kiemelni a Hufnagel Tibort, aki akkorát hajtott, és szerintem minden szív dobbanásával még azzal is még előrébb akart jutni, Számomra ő volt az, aki úgy gondolom, hogy 24 négyest, pedig nem egy óriás testalkatú termető fiúról beszélünk, de valami eszméletlenül kihajtotta magát. A többinek az arcán annyira azért nem lehetett látni, nem ismerem az ő felkészülésüket, éppen ezért nem mondhatok én ilyet, mint amit az Ábrahám Attila nyilatkozott, hogy mi elrontottuk a felkészülésüket, ez minden csak kitoláció. Tehát én nem is beszéltem velük, sem az edzőjüket, tehát nem tudunk semmit róluk, csak azt, amit a tévé le, jó, hát akkor, akkor, egy picit lekintsük előrébb. Kamera Zoli nekem azt mondta, hogy tegnapi Zsuzsikám, irány Tokió. Tehát ö, <laughs> benne lehetem még akár ebben, ugye a jól ismert kamera a négyesben az olimpiai szereplés. Van-e van -e most muníció hozzá? De szerintem a Zolinnak muníció mindig van. <laughs> <laughs> azt biztos, tehát én nem tudom, valamilyen milyen belső atommag az, ami benne az energiákat mozgatja, de kifogyhatatlannak tűn a durac elnyússzi az hozzá képest semmi. Tehát ő nem tud egy hétig nyugodtan ülni a fenekén, ő neki már mozogni kell, már badizni kell, futni kell, evezni kell, ő, ő erre született. Tehát ő marad, Szerintem a minden... legrutinosabb de mindenki, mindenki marad. Akkor mindenki marad. Ha ő marad, akkor mindenki marad, vagy a többiek is amúgy is hasonlóan éreznek. Én egyébként úgy gondoltam négy évvel ezelőtt, hogy még megcsináljuk ezt az olimpiai ciklust, és utána kész, vége, befejeztük, mindenki csináljon, amit akar. Éregészre is így gondoltam, már Peking után azt És hát ott álltam, hogy most akkor nem fejeztük be a munkánkat, most akkor még négy évet kell. És van rá erő? Ezek szerint akkor van benne az egész csapatban van. a lelkesedés? Hát akkor, akkor ezt, ezt, fogjuk be, ezt az erőt, meg ezt a szeretetbe a vitorlába, és vigye minél messzebbre a ti egységeteket, mert ez csak a magyar kajakkenó, hogy mondjam, hasznát szolgálhatja minden szempontból. Köszönöm szépen, hogy Köszönjük eltél. szépen.